Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. A város közterületeit feltérképező geometer kezdi meg működését Kecskeméten. Az óvoda iskola program 30 éves jubileumát ünnepli a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. November 1-től kötelező a maszkviselése a tömegközlekedési járműveken. A főváros után Kecskeméten is szolgálatban áll egy olyan okos eszköz, amely alkalmas többek között a jelzőtáblák, csatornafedlapok, csapadékvíz elvezetők, tereptárgyak, sőt, akár az illegális szemétlerakatok feltérképezésére is. Az okos eszköz a költséges és hosszú terepi felméréseket váltja fel. A geometert és a hozzá kapcsolódó mesterséges intelligencián alapuló informatikai rendszert közel 21 millió forintért vásárolta meg a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2 méterenként 2 fotót készít Kecskemét útjairól ez a szerkezet, ami 40-50 km/órás sebességnél is tökéletesen működik, nem csak felismeri a kresztáblákat, utcabútorokat, hanem a pontos helyüket is elmenti a rendszer, és automatikusan elhelyezi a város térképén. Ezt kerül majd fel a számítógépre, ugye szivargyújtóról működik, ha szeretnénk, akkor elindíthatjuk igazából. A modern berendezést ma Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is kipróbálta. Kecskemét önkormányzata azért vásárolta a Geométer nevű okoseszközt, hogy a város közterületeit a modern térinformatikai lehetőségek segítségével térképezhesse fel a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tulajdonképpen egy gépkocsi tetejére szerelt 2 darab fényképezőgép, amely 2 méterenként, ahogy a gépkocsi halad, fényképezi az utat és a környékét, és ezzel a térinformatikai rendszerre fölviszi ezt az adatbázist, és így a különböző városüzemeltetési feladatok megoldását nagyban segíti. Így például könnyen meghatározhatóak a város csapadékvíz elvezetési adottságai, vagy gyorsan felmérhető az esetleges illegális hulladék mennyisége. Az eszköz által nyújtott szolgáltatásokat a mai sajtótájékoztatón Varga László térinformatikai csoportvezető rövid prezentációval mutatta be a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Telephelyén. A kresztáblákat automatikusan felismeri a rendszer, a kresztáblákon kívül a tűzcsapokat, a csapadéklefolyókat, csatorna fedlapokat is egy mesterséges intelligencia felismeri, és automatikusan térképre helyezi ezeket a műtárgyakat. A térképező rendszer segítségével a fotókon látható bármilyen tárgy vagy kátyú helyzete digitalizálható. Az eszközről bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban. Az óvodaiskola program 30 éves jubileumát ünnepli a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A mai napon záró konferenciát tartotta az intézményben Kecskemét és környéke iskolái és óvodáiban dolgozó pedagógusainak részvételével. Az óvodaiskola program 30 éves jubileumát ünnepelte a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a mai napon. A záró konferencián Kecskemétről és a környék oktatási intézményeiből is érkeztek pedagógusok, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A tanítónőket, óvodapedagógusokat Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte. Mennyivel megkönnyíti ez a program a gyermekek életét, az új környezethez, az új szabályokhoz való alkalmazkodást? Jó lett volna nekünk is ilyen. Én ezúton szeretném megköszönni az Egyetértés utcai óvoda, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola pedagógusainak a munkáját, és mindazoknak, akik eddig is részt vettek, és ma is részt vesznek alkotóan a program megvalósításában. A mai konferencián bemutatták a fejlesztési program eddig elért eredményeit, a pedagógusok meríthettek egymás tapasztalataiból. A konferencián jubileumi emlékkönyveket is átadtak a programban résztvevő pedagógusoknak.
Az óvodaiskola program a Vásárhelyi Általános Iskolában 1991-ben indult el, az akkori igazgató Császár Ciril kezdeményezésére. Azóta szorosan együttműködnek az Egyetértés utcai óvodával. Cél, hogy az általános iskolák és az óvodák együttműködése a gyerekek és a szüleik számára is megkönnyítse az óvodai évek után az iskolába való belépés, beilleszkedés nehézségeit, az új környezethez való alkalmazkodást. A szakmaiság égisze alatt, a profizmusra hivatkozva eldöntöttük, hogy lesznek olyan tanítónénik, akik csak az első és a második osztályba fognak tanítani, mert ők aztán igazán jó matematikusok, és azt a korosztály nagyon fogják tudni, és lesznek olyanok, akik a harmadik és a negyedik osztályba fognak anyanyelvi nevelés és továbbiakat csinálni. Ha lehet, akkor még jobban tagoljuk szét a gyerekiség életét. A program lényege a gyermekközpontú nevelés, a személyiségközpontú pedagógia. A gyermek életében az egyik legnagyobb változás az óvoda és az iskola közti átmenet. Ezt különböző pedagógiai, játékos módszerekkel segíti a program. A játékon keresztül lehet a képességeket, készségeket fejleszteni, és ebből a szempontból a tanítónéni minden olyan foglalkozást, ami az óvodába, az óvodai nevelési program előírta, azt alkalmazta. A szülők megnyugodtak, hogy a gyermek gyermek lehet, az iskolába megtanuló lehet. A résztvevő pedagógusok, óvónénik és tanítók workshopokon vettek részt, megosztva egymással tapasztalataikat. Az intézményben óvodaiskolai történeti kiállítás is bemutatta az elmúlt 30 évet. November 1-től kötelező a maszk viselése a tömegközlekedési járműveken. Hétfő reggel stábunk tett egy kört Kecskeméten a 12-es temetői járaton. A kollégák azt tapasztalták, hogy mindenki kivétel nélkül felvette a védőeszközt. A reggeli 7.45-ös járaton még nem volt zsúfoltság, azonban már többen elindultak a temetőbe. November 1-ével a buszokon kötelező a maszk használat a romló járványügyi adatok miatt. Az egyik utas azt mondta, helyesnek tartja, hogy kötelezővé tették a maszkot. Rengeteg az idős, meg a fiatalok is, főleg itt Kecskeméten túlnyomó többségben vannak bizonyos járatok, amelyik tömeggel megy, és egyből folyólag én nagyon helyesnek tartom azt, hogy a tömegközlekedés eszközön a maszkot használják, viselik, mivel ez ilyen fertőző ennyire, és ne prüszköljenek itt az influenza járvány, és vigyázzanak magukra. Gút Mihály szerint a nagyobb áruházakba is be kellene lassan vezetni a kötelező maszk használatot. Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Ügyvezetője azt mondta, nem észleltek a kollégák semmilyen szabályszegést a járatokon. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy mindenki, aki utazik, jogkövető módon viselkedik. Az eddigi ellenőrzött járatok során egyetlen egy utasra sem kellett a közúti ellenőreinknek rászólni, vagy a figyelmét felhívni, és így ebből fakadóan pótdíjazásra sem kellett sort keríteni. A mi jogkörünk az autóbuszok fedélzetére terjed ki, de a kecskeméti városrendészettel egyeztetve az ő munkatársaikkal közösen a megállóhelyeken és az autóbuszokon is szintén segítségünkre vannak a maszk használatának az ellenőrzésében. A kecskeméti járatokon nap mint nap rengetegen utaznak, ezért is fontos, hogy mindenki vegye fel a maszkot. Emberi érzéseinkkel jöttünk ide, hogy gyertyát gyújtsunk, hogy felidézzünk arcokat, hogy megköszönjünk életeket. Ezzel kezdte beszédét Kis János evangélikus lelkész hétfő délután a köztemetőben, hagyományosan megtartott ökumenikus istentiszteleten. Az eseményen 4 egyház képviselői imádkoztak közösen a szeretteikről megemlékező látogatókkal. Minden szentek alkalmából idén is megtartották az ökumenikus istentiszteletet a köztemetőben, november 1-én, hétfőn. Az eseményen elsőként Kis János evangélikus lelkész szólt a megemlékezőkhöz. Emberi érzéseinkkel jöttünk ide, hogy gyertyát gyújtsunk, hogy felidézzünk arcokat, hogy megköszönjünk életeket. Nekünk van szükségünk arra, hogy kijöjjünk a temetőbe, hogy közelebb kerüljünk Isten igéjén keresztül azokhoz,
akik olyannyira hiányoznak nekünk. A reménységünk az, hogy ők ott vannak már, Isten örök országában. Nekünk van szükségünk arra, hogy felidézzünk emberi életet, elvégzett munkát, megkapott szeretetet. Fejezte be gondolatát Kis János. Fecák László görögkatolikus szervezőlelkész azokról a szomorú változásokról beszélt, amelyek az emberi életben következnek be. A temetői gyertyák fénye, az élő világok illata nem a pusztulást hirdetik, hanem az időn és az elmúláson győzedelmeskedő Isten irgalmát és végtelen ember szeretetét sugározzák a halál árnyékában bolyongó embernek. Azon felül hirdetik, hogy Isten az Úr, Ura az életnek és a halálnak. Dr. Finta József, érseki helynök plébános azt mondta, vannak olyan utak, amelyeket az ember egyetlen egyszer jár be életében, sőt csak odafelé, és nincs róla visszatérés. A halál kivétel nélkül mindenki számára egy ilyen út. Teljesen ismeretlen, olyan világba visz, ahol még nem jártunk, nincs róla visszatérés, nem vihetünk magunkkal semmit, amit itt a világban birtokoltunk. Minden, ami ismerős, talán eltűnik. És ebbe a félelembe, ebbe a bizonytalanság érzésbe, ebbe a rettegésbe vág bele Jézusnak a szava, amit hallottunk az imént az evangéliumban. Én viszlek el magammal titeket oda, hogy ti is ott legyetek velem, ahol én vagyok. A plébános úgy zárta gondolatát, Jézus a mi kísérünk, ő az, aki velünk van, és ő az, aki vár oda át. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Varga Nándor lelkipásztor mondott áldást az Isten tiszteleten, mely végén az egyházak képviselői megkoszorúzták az 1945-ös emlékművet és az 1956-os kopjafát. Az eseményen verset mondott Sárosi Gábor színész, énekelt és gitározott Tohai Andrea Gabriella dalszerző énekes. A református nyolcágú csillag ragyogott fel november 1-én a kecskeméti református temetőben. A jelképet 700 mécses formázta meg, amelyeket a látogatók segítettek meggyújtani. Az installáció az első országos mindenszenteki mécses gyújtás programsorozatnak köszönhetően jött létre. Sorra gyújtották fel a mécseseket a református temetőben november 1-én. A lángok a református nyolcágú csillagot formázták meg. Az installáció az első országos mindenszenteki mécses gyújtás programsorozatnak köszönhetően jött létre. Mi is látjuk, hogy évről évre kevesebb látogatók vannak a temetőben, és egy kicsit talán nem teszünk akkora figyelmet arra, hogy a szeretteinkről megemlékezzünk, és ezt is egy kicsit, ahogy modernizálódik a világ, próbáltuk mi is egy modernebb képet vetíteni erre az egész rendezvényre, és bízunk abba, hogy tényleg így a látogatók bevonásával és a fiatalabb generáció bevonásával is vissza tudjuk hozni a hagyományaink közé ezt a mécses gyújtást. Az Egyesület hagyományteremtő szándékkal hívta életre a kezdeményezést, amelyhez már az első alkalommal az ország több települése csatlakozott. Kiemelném itt Szombathely, Szekszárd, Székesfehérvár, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét, tehát szép számmal vagyunk, pontosan 14 település jelentkezett. 700 darab mécsesből tesszük ki ezeket a fényinstallációkat, melyeket az Egyesület biztosította megrendezők számára. És igen, a jelképek között különféle jelképek vannak. Legfőképpen az angyal, a kereszt, a kegyeleti láng és a szív formátuma az, amelyet megformáztak az egyes temetőkben. A kecskeméti református temető több pontján megjelenik a református nyolcágú csillag, ezért is választották ezt jelképként. Újabb megállapodást írt alá a Neumann János Egyetem ezúttal három különböző céggel. A kutatásfejlesztési és felsőoktatási együttműködés az anyagtechnológiai tudományok területét érinti. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kecskeméti Neumann János Egyetem. A felsőoktatási intézmény három céggel, a 3D Technologies Hungary, az Adóalba és a Már Magyarország Kft.-kkel írt alá együttműködést. A megállapodásoknak egy nagyon fontos része az a tudástranszfer, a tapasztalatoknak a megosztása,
illetve a hallgatók legmodernebb vállalati környezetben való felkészítése, ami minden ilyen megállapodásnál kiemelt szerepet kap az egyetem részéről. Az együttműködés révén pedig úgy gondoljuk, hogy a gyártóvállalatok közvetlenül is be tudják mutatni az általuk alkalmazott legmodernebb technológiákat, és az oktatóink és hallgatóink számára így közvetlenebb módon tudják ezt a tapasztalatot átadni. A megállapodásnak köszönhetően ipari, technológiai szempontból, főleg az anyagtechnológia, a ragasztás, a 3D nyomtatás, a CNC megmunkálás, a csomagolás és méréstechnika területén nyílnak majd lehetőségek az együttműködésre, a közös projektek elindítására. Nagyon fontos az, hogy az ügyfelek felé tudjuk azt prezentálni, hiszen ezek az ügyfelek már nagyipari ügyfelek, hogy egy olyan bázis áll mögöttünk, egy olyan egyetemi szintű bázis áll mögöttünk, amivel tudjuk azt bizonyítani, illetve prezentálni a cégünkről az ipar felé, hogy szeretnénk folyamatos utánpótlást, szeretnénk folyamatos kutatásokat, és szeretnénk olyan partnert felmutatni a piac felé, aki hát, hogy úgy mondjam, valid, és nagy múlttal tekint vissza. A megállapodás jótékony hatással van az egyetemi képzésekre is, hiszen az oktatók és a hallgatók közvetlenül tapasztalhatják meg, kézzelfogható közelségből tanulmányozhatják a legújabb fejlesztéseket és technológiát ezeknél a cégeknél. Nem titkolt cél, hogy akár a továbbtanulási vagy későbbi munkalehetőség is biztosított legyen a legjobb hallgatók számára. A vétkes autó vezetője szabadította ki a vétlen sofőrt a felborult autóból az M5-ös autópályán Kecskemét határában. A főváros felől haladt a piros autó, amikor a Kecskemét északi lehajtónál akart kihajtani a strádáról, de a mögötte érkező fekete személygépjármű nekiütközött. Az ütközéstől mindkét autó az árokba csapódott, és a piros autó fejtetőre borulva állt meg. A gépkocsiban egyedül ülő férfi biztonsági öve be volt kapcsolva, és fejjel lefelé beszorult a járműbe. A balesetet okozó fiatal férfi segített neki kiszállni a felborult gépkocsiból. Mindkét autó vezetője kisebb zúzódásokkal megúszta a balesetet. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére időszakos forgalomkorlátozás volt érvényben. A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben hirdette meg először, hogy gyújjanak őrtüzek Székelyföldön, megmutatva azt, hogy az ott élő magyarok nem mondanak le az önrendelkezésről. Október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia napja, így vasárnap este Ballószögön is felgyúltak a lángok. Október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia napja. Ennek alkalmából őrtüzek lobbannak fel szerte a Kárpát-medencében. Nem volt ez másként Ballószögön sem, ahol már harmadik alkalommal imádkoztak Székelyföldért és a Székely autonómiáért. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat alelnöke, aki szívügyének tekinti a székely testvérek sorsát. Hogyha kimegyünk Székelyföldre, az ottani emberek lelke, az ottani vidék, az ottani hegyek, a Hargita, az ottani papok szava, az ottani illatok, az ottani magyarság íze, az bennünk van. És én azt szoktam mondani, hogy magyarságot tanulni kimehetünk hozzájuk. Elmondta, a most fellobbanó lángok, a tűz, csak egy a száz közül, hiszen ezen az estén települések sokaságán gyújtottak őrtüzet a Székely autonómiáért. Somogyi Lajos polgármester is elmondta ünnepi gondolatait az összetartozás jegyében. A székelyek azt gondolom, hogy mellőzve vannak Romániában. Mindannyian tudjuk, hiszen gondolom önök közül nagyon sokan jártunk ott, és azért látjuk, hogy a mai napig hátrányt szenvednek azok a barátaink, akik ott élnek. Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió szerkesztő riportere beszédében kiemelte az összetartozásnak és a magyar összefogásnak a jelentőségét. Nekünk az anyaországban nem az a dolgunk, hogy politikai kérdést csináljunk a határon túlélő magyarokból. Nekünk nem az a dolgunk, hogy látszatmegemlékezéseket tartsunk az év egyetlen napján, június 4-én. Nekünk az a dolgunk, hogy biztosítsunk minden magyart arról, hogy mi összetartozunk, és nem hagyjuk magukra őket, bármi is történjen,
mert mi egy nemzet vagyunk, és leszünk mindörökre. Adamek Norbert helyreformátus lelkész és Kecskemétről dr. Finta József érseki helynek osztotta meg ünnepi gondolatait. Az esemény a magyar és a székely himnusszal zárult. Székelyek és magyarok találkoztak a Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesület által első alkalommal megrendezett hagyományőrző rendezvényen a Bajor étterem és vendégházban szombaton délután. A rendezvény fő célja a közösségépítés és az összetartozás erősítése volt. Párciumból, Székelyföldről, Erdély más tájegységeiről és Magyarországról is érkeztek székelyek az első alkalommal megrendezett találkozóra, hogy együtt nótázzanak, táncoljanak. Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok köszöntötte a megjelenteket és beszélt a hagyományőrzés fontosságáról. Kiemelte, szükség van városunkban is erre a műfajra, a magyar nótára. Elmondta, hogy Kecskemétnek két testvérvárosa van Erdélyben, Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy, akikkel nagyon jó baráti, kulturális kapcsolatot tart a város. A délután folyamán műsort adott Molnár Katalin, Víg Levente és Polgár Gábor operett és nótaénekes is, de a szervező egyesület tagja is felléptek. A nótások mellett a Mátyás Király citerazenekar és a Szép Szivárvány táncegyüttes is emelte az esemény színvonalát. A témával bővebben a Töretlenül Magyarok magazinunkban foglalkozunk. Közös születésnapi ünnepségen ünnepelt három kecskeméti zenei együttes október 30-án a Kecskeméti Nagy Templomban. A Cantus Nobilis kórus elődje 60 éve. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 55 éve, a Kecskeméti Énekeskör 5 éve jött létre. Az egyesített kórusok és a zenekar a Halottak Napja és a Minden Szentek előestéjén Wolfgang Amadeus Mozart requiemjét tűzte műsorára, hogy három kecskeméti zenei együttes megünnepelje jubileumát. A Cantus Nobilis kórus előde 60 éve, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 55 éve, a Kecskeméti Énekeskör 5 éve jött létre. A koncerten Erdei Péter, Liszt, Bartók Pásztori és Kodály Díjas érdemes és kiváló művész vezényelt. Szólistaként Balog Eszter, Szemere Zita, Megyesi Zoltán és Neubauer Lóránt vett részt a produkcióban. Erdei Péter karnagynak mindhárom együttessel hosszú munkakapcsolata van. A pedagógus kórust három évtizeden át irányította, a Kecskeméti Énekeskört maga hozta létre, a szimfonikus zenekart pedig számos alkalommal vezényelte. A Cantus Nobilis kórus vezetésének ötlete volt, hogy Mozart gyászmiséjének előadásához nyerjenek meg minél többet az egykori tagok közül. Törekvésüket látványos siker koronázta. Néhány hetes próbaidőszakot követően szombaton este felcsendültek Mozart gyászmiséjének hangjai, beteljesült a nagy álom. A nagy templomban nemhogy ülőhely nem maradt szabadon, de számosan állva hallgatták végig az előadást, és sokan kényszerűen maradtak távol. A közös születésnapi koncertről hosszabb összeállítást láthatnak a hírórát követően a Múzsa magazinban. Október a látás hónapja. Ennek apropóján a II. Rákóczi Ferenc általános iskola elsős évfolyama és egy nyolcadikos osztálya a Kuti Optika támogatásával látásvizsgálaton vett részt. Az elkészült szemüvegeket a tanulók pénteken este vehették át a Kecskeméti Szent László Lions Club gálaestje előtt. Október a látás hónapja. A hónap 15. napja pedig a fehér bot, vagyis a vakok és gyengénlátók nemzetközi napja. Ebből az alkalomból szerveztek látásszűrést a II. Rákóczi Ferenc általános iskola egész elsős évfolyama és egy nyolcadikos osztálya körében, hogy megajándékozzák azokat a diákokat, akiknek szükséges a szemüveg. A vizsgált osztályok közül összesen mintegy 400 ezer forint értékben 11 gyermek kaphatta meg az elkészült szemüvegét, amiket szakember egyénre is igazított.
Megtelt a híres Agóra kulturális és ifjúsági központ színház terme pénteken a klubtagokkal, hozzátartozóikkal. Ám az idei év kitüntetett meghívottjai mégis a Bács-Kiskun megyei kórház dolgozói voltak. Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Lions Club alelnöke a péntek esti gála megnyitó beszédében elmondta, a látás az egyik legfontosabb érzékszervünk, ennek óvása, védelme az egész világszervezetünk egyik legfontosabb feladata. Magyar Csanád, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének zónaelnöke köszöntötte a megjelenteket, és buzdította a segíteni vágyókat a csatlakozásra. Vezessen el őket! Nem, kérem, mondja meg még nekik, hogy legyenek türelemmel, mondjuk ugye hétig. A megjelentek az esten a Csonka színkör Na de megint című bohózatát élvezhették. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A város közterületeit feltérképező Geometer kezdi megműködését Kecskeméten. Az óvodaiskola program 30 éves jubileumát ünnepli a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. November 1-től kötelező a maszkviselése a tömegközlekedési járműveken. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégeink lesznek Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Szent László Lions Club alelnöke, valamint Koncsik István, a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége alkormányzója, akikkel többek között a pénteken tartott gálaestjükről és szemüveg átadásokról beszélgetünk. Ezt követően beszámolunk arról, hogy milyen új okos eszköz segíti majd a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Munkáját. Végezetül megmutatjuk, milyen óra átállítási feladatok vannak a Hanga óra gyűjteményben. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 40 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap este a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán a nap első felében a szakadozottabb felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Napközben számottevő csapadék nem valószínű, majd késő délutántól, estétől egyre több helyen eredhet el az eső, zápor eső. Főleg éjjel, reggel számítani kell helyenként ködre, a szél megélénkülhet, néhol megerősödhet. Hajnalban 1 fokot, napközben pedig 17 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Sokfelé várható eső, zápor, több helyen jelentősebb mennyiség is hullhat, illetve szeles időre kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 11 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Pénteken erősen felhős, borult lesz az ég. Szorványosan előfordulhat eső, zápor, éjjel, reggel kialakulhatnak ködfoltok. A szelet sok helyen élénklökése kísérik, a minimum hőmérséklet 4 és 7 fok között valószínű. A maximum hőmérséklet 10 és 13 fok között várható.
Több mint 6 éves hallgatás után, 65 évvel ezelőtt, 1956. november 2-án ismét megjelent a Kecskeméti Lapok. Az újságot Homoki József felelős szerkesztő Isten nevében indította útjára. Az első szám többek között Nagy Imre miniszterelnök rádiónyilatkozatát, a Független Kisgazdapárt főtitkárának Kovács Bélának felhívását, valamint Mindszenty József bíboros hercegprímás rádió szózatát tette közzé. A lap örömmel számolt be arról, hogy a kecskeméti vadászrepülő hadosztály hadhatós segítségével megkezdte adásainak sugárzását a Katona József rádió. És egy másik rádiós információnak is örülhettek az olvasók, a Kossuth rádió lejátszotta városunk szülöttje Kodály Zoltán új kompozícióját. A lap második száma is több érdekességről adott hírt, az egyik anyag a rettegett főtéri AVH épületet mutatta be, 10 perc a pokolban címmel. A harmadik szám azonban már nem jelenhetett meg, a kiszedett formákat orosz katonák verték szét a nyomdában. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Szent László Lions Club alelnöke, valamint Koncsik István, a Lions Clubok magyarországi alkormányzójával, akikkel a pénteken tartott gálaestjükről és szemüvegátadásokról beszélgetünk többek között. Ezt követően beszámolunk arról, hogy milyen új okos eszköz segíti majd a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Munkáját. Végezetül megmutatjuk, milyen óra átállítási feladatok vannak a Hanga óra gyűjteményben is. Kérem, tartsanak velünk! Október a látás hónapja. A hónap 15. napja pedig a Fehérbot, vagyis a Vakok és Gyengén Látók Nemzetközi Napja. Ebből az alkalomból szerveztek látásszűrést a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elsős évfolyama és egy 8. osztálya körében a Kecskeméti Szent László Lions Club jóvoltából, hogy megajándékozzák azokat a diákokat, akiknek szükséges a szemüveg. Illetve a Fehérbot hónapja tiszteletére gálaestet tartottak. Ezzel kapcsolatban vendégeink Harsányi Zsuzsanna és Koncsik István, Lions Clubok Magyarországi Szövetsége alkormányzója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát Koncsik úr, először ismertessük meg a nézőkkel, hogy mit is kell tudni a Lions Club szervezetről. A Lions a világ legnagyobb jótékonysági rendszere, amely klub alapon szerveződött. 1917-ben az első világháború alatt jött létre. Akkor a Németországban hadtesten, tehát nagyon sokan megsérültek az iperni támadásban, jórészt amerikai katonák, és Chicago mellett Oak Brookba hozták létre ezt az első szervezetet, aminek a célja a szem megóvása és a szem védelme volt. Magyarországon a rendszerváltozás váltás után alakultak meg az első ilyen klubok. Jelen pillanatban 42 ilyen klub van. Egyébként el kell mondani, a világon 206 országban 46 ezer klub működik összességében. Több mint 1,5 millió jótékonykodó ember van a Lions rendszerben. Magyarországon közel 1000-en vagyunk. Kecskemét a Lions hazája is, ugyanis hát három klub is működik. Suzsikái klubja, a Szent László az egyik ilyen legősibb, legrégebbi klub, a másik klub az első kecskeméti, illetve van egy harmadik klub, az pont a mi klubunk, az tavaly alakult a Digitális Lions Klub. A Lionsban végül is öt nagyobb tevékenységcsoport körül tudjuk sorolni a jótékonysági szolgálatot.
Hát az egyik legelső volt a szemmegóvása, amivel indult végül is a Lions. Kiemelt csoport a diabétesszel kapcsolatos tevékenységek, jótékonysági tevékenységek, de ugyanilyen módon a gyermekrák, az éhínség és a környezetvédelem. A magyar klubok alapvetően a látás-látás megóvásával és a diabétesz tevékenységgel folytatnak a tevékenységeket. Hát igen, kimerítő volt ez az ismeretterjesztés, de kedves Zsuzsa, legyen szíves nekem arról nyilatkozni, hogy itt Kecskeméten hogyan is működik a Lions Klub? A mi klubunk most már 24. éve működik, úgyhogy elég hosszú tapasztalatunk van ebben a témakörben. Sok mindent csinálunk. Vannak nálunk prioritások, ahogy István is elmondta, elsősorban a vakok és gyengénlátók segítése, illetőleg a fiataloknak az érzékenyítése, ami a legfontosabb feladatunk, de ezen kívül elég sok minden mást is csinálunk. A mostani nagy kaliberű felajánlásról, amiről a híradóban is beszélgettünk, ennek milyen előkészületei voltak? Hogyan valósul meg egy ilyen felajánlás? Kikkel lehet egyeztetni? Hogyan zárnak össze itt a segítők kezek? Hát ez nem mostani rendezvényünk, most már 5. alkalommal szerveztük meg ezt a gálaestet. Végül is a koncepció az, hogy valahol előtte egy szűrővizsgálatot tart a klubunk különböző intézményekbe. Most a második Rákóczi Ferenc iskola első osztályosait szűrtük meg egy 8. osztályt, de tavaly például az előző években levő ilyen gálaest előtti vizsgálaton a Bojtila Barátság Központban voltunk, aztán voltunk a Farkas Villában, tehát minden évben más területen levőket szűrünk meg, és hát nyilván ezek az emberek olyanok, akik más fogyatékossággal is élnek, tehát próbáljuk őket fokozottabban támogatni. De nem csak ilyen embereket szűrünk, hanem például a tavalyi év folyamán, a legutolsó ilyen gálaestünkön, illetve a tavaly előtti, mert tavaly a pandémia miatt elmaradt, az Embodon Pál Zeneiskolának volt egy műsora, és utána az ott szereplő gyerekeket, a legtehetségesebb, tehát a gyerekeket szűrtük meg, és a legtehetségesebbeknek adtunk szemüvegeket. Milyen állapotban vannak a mostani gyerekek? Sokan fönnmaradtak a rostán? Sok gyereknek kellett szemüveget készítetni? Most 75 gyereket szűrtünk meg, tehát a teljes első év folyamot, meg egy 8. osztályt, és első körön 15 gyerek maradt fönt a szűrőn, de aztán utána egy alaposabb vizsgálat eredményeként végül is kiderült, hogy 11-nek van szüksége szemüvegre. De sajnos találtunk olyan gyereket is, aki a legnagyobb betűket sem tudta elolvasni 8. osztályos létére, tehát a táblán, a kivetített táblán a legnagyobb betűket sem. Hát ez azért katasztrofális. Önök azonban mindig segítőkezet nyújtanak. Erről a gálaestről mit lehet tudni? Kik voltak a résztvevők? Kik kerültek be a szereplők közé? A szereplők közé mindig olyanokat hívunk, akik helyiek. Tehát helyi tehetségeket. Volt olyan év, amikor zenei rendezvényünk volt, volt, amikor humoristákat hívtunk, most pedig egy amatőr színjátszó társulatot, a Csonka színkört. Tehát mindig másik szereposztás, mindig másik program van. És amit nagyon fontosnak tartunk, hogy vannak olyan intézmények, olyan területek, akiket folyamatosan támogatunk, és amikor egy-egy ilyen rendezvényünk van, akkor őket vendégül látjuk. Tehát gyakorlatilag a klubtagok megvásárolják a jegyeket, és őket pedig ezekből a jegyekből ingyenesen hívjuk erre a rendezvényünkre. A klubtagokat mennyire kell inspirálni, vagy mindig összefognak, és lelkesen beleállnak ezekbe a dolgokba, pláne az ilyen nehéz időkben, ami hát most a 4. hullámnak nézünk elébe. Szerencsére a mi csapatunk egy nagyon jó csapat, hát tényleg már 24 éve együtt vagyunk, tehát azt mondhatom, töretlen hogy... lelkesedéssel? Hát hullámzó azért, de megvan a lelkesedés, tehát mellé állnak a jó dolgoknak, támogatják ezeket. És azért szeretném elmondani, hogy melyek ezek az intézmények, akiknek... Feltétlen. Elhívtuk a tagjait, ugyanis több mint 350 embert hívtunk el, és láttunk vendégül ezen a rendezvényen. Ezen kívül pedig voltak olyanok is, akik jegyet vásároltak, támogatói jegyet, és az ebből befolyt pénzből tovább fogjuk tudni folytatni
a szűrővizsgálatainkat. Most egyébként a Bács-Kiskun megyei anyaotthonokba fogjuk folytatni ezt a szűrővizsgálatot. Hát ismerkedjünk meg és ezekkel. És akkor elmondanám, de ez egy kis segítséggel, egy szemüveg például, hogy pontosan tudjam mondani az intézmények neveit. Tehát elsősorban ugye Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun megyei egyesületének a tagjait hívtunk meg. Ugye őket minden évben vendégül látjuk. Aztán a Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületének a családjait hívtuk erre a rendezvényre. Aztán az Egymi Juhar utcai iskolának, a tagintézményének a pedagógusait hívtuk meg. Aztán az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményének és a Farkasvilla Fogyatékos Személyek Gondozóházának és Napközi Otthonának az ellátottjait és a gondozóit is. Aztán az Elszabó Kft. Által Hetényegyházán foglalkoztatott megváltozott munkaképességű embereket, valamint a Karol Vojtila Barátság Központnak a dolgozóit és ellátottait is. De azért ennek a rendezvényünknek a kiemelt vendégei most a Bács-Kiskun megyei kórháznak a nővérei, asszisztensei, orvosai voltak, hiszen úgy gondoltuk, hogy ez az utóbbi két évnek a munkája, amit ők ember feletti körülmények között végeznek, ez megérdemli, hogy valamennyire egy kicsit mosolyt csaljunk az arcukra, és valamivel egy picit honorálni tudjuk ezt a tevékenységet, amit őt nap mint nap csinálnak. Hát igen, önöknél mindig történik valami fajta jótékonyság, de kérdezem én, hogy hogyan lehet tervezni a közeli és a távoli jövőt? Lesznek most olyan rendezvények, amik talán megvalósulnak? Mert a szervezés az úgy gondolom, hogy az töretlen. Ez így van. Sajnos nem tudjuk. Tehát nagyon bizonytalan a helyzet most. Vannak olyan programjaink, amit ugye minden évben meg szoktunk rendezni. Ezeknek az időpontja is általában adott. Most az ősz folyamán még három olyan programunk van, amit beterveztünk, illetőleg egyet elhalasztottunk jövő évre. Most november hó folyamán lesz egy jótékonysági gasztronómiai estünk, aminek a bevételét jótékonysági célra szeretnénk fordítani, egy bor és sajt estünk lesz. Ez az iparkamarában kerül megrendezésbe helyileg, és november 16-án. Aztán lesz egy másik gasztronómiai estünk, ez egy hagyományos, tehát ezt most már 20 éve, minden évben meg szoktuk tartani. Tehát akkor tradicionális. Így van, egy tradicionális estünk, szintén egy gasztronómiai est. Ez a Három Gónárban lesz helyileg, és ez november utolsó hétvégéjén, amennyiben meg tudjuk szervezni. Itt is ugye a bevétel a lényeges ennek a rendezvénynek, hiszen ahhoz, hogy jótékonykodni tudjunk, ahhoz pénzt kell szereznünk, amit ugye jótékonysági célra tudunk fordítani. Aztán van egy olyan rendezvényünk, amit most már 23 alkalommal megrendeztünk, az úgynevezett Lions Kupa. Eredetileg az SOS gyermekfalvak részére rendeztük ezt a kupát, 22 éven keresztül, de ugye a 23. ami két évvel ezelőtt lett volna, mindig Mikulás napjához kapcsolódóan, tehát decemberben, addigra a kecskeméti SOS gyermekfalu is és a magyarországi gyermekfaluk is megszűntek. Tehát így most ezt a rendezvényt át kellett alakítanunk. Erre a rendezvényre mindig határon túli magyar csapatokat is hívtunk, tehát a környező országból, Vajdaságból, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról is. Ugye most nem tudnak utazni a gyerekek, úgyhogy ezt a rendezvényünket ezt tavaszra tettük át. Amit viszont szeretnénk megtartani, és hogyha a pandémiás helyzet ezt engedi, az december hónap folyamán egy színházi estet szeretnénk advent alkalmával a Juhar utcai iskolába a gyerekeknek ajándékba adni, ezt is minden évben meg szoktuk tenni, némi kis gyümölcs és szaloncukor kíséretében, amin az egész iskola valamennyi gyereke részt szokott venni. Itt Kecskeméten lesz? Színházban? Elmegyünk az iskolába, és az iskolának az aulájába szoktuk megtartani, tehát az aulát rendezzük át színházzá. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, és hogy mindig segítőkezet nyújtanak a rászorultaknak. Jó egészséget kívánok önöknek, és töretlen lelkesedést! Köszönjük szépen! Két méterenként készít felvételeket az utcákról, az a Geometer nevű eszköz,
amit ma mutattak be a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Telephelyén. A berendezés a legismertebb internetes térképkészítőhöz hasonló. Hasznos szolgáltatásaival a városi térinformatikai rendszer sok mindenre képes lesz. Bemutatkozott Kecskeméten a Geométer nevű okoseszköz, ami végleg felváltja a költséges és hosszú terepi felméréseket a települések utcáin. Budapest után Kecskeméten is szolgálatba áll a feltérképező berendezés. A fotó és térképbejárással az aktuális közterületet gyorsan képesek teljes körűen dokumentálni a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szakemberei. Egy 21. századi város olyan kihívásoknak kell, hogy megfeleljen, amelyeket korábban el sem tudtunk képzelni. Olyan mennyiségű feladat áll a város vezetés előtt, amelyeket okos eszközök nélkül már nem tudunk megoldani, nem tudjuk kiszolgálni azokat az igényeket. Egy geométert vásárolt a Városi Üzemeltetési Kft. Ez egy tulajdonképpen egy gépkocsi tetejére szerelt két darab fényképezőgép, amely két méterenként, ahogy a gépkocsi halad, fényképezi az utat és a környékét, és ezzel a térinformatikai rendszerre fölviszi ezt az adatbázist, és így a különböző városüzemeltetési feladatok megoldását nagyban segíti. Nagyon sokszínű, sokrétű a felhasználási módja. Ez most egy olyan térinformatikát segítő eszköz, amelyet ma mutattunk be, amely tulajdonképpen hasonlít a Google Maps-on található sokak által ismert sétáló emberkére, aki a 2-3-4 évvel ezelőtti utcaképen végig tud menni, amikor éppen lefényképezték, csak annyi különbséggel, hogy ezek sokkal frissebb adatok lesznek, illetve nem csak ennyivel, mert sokkal több adatot is tud rögzíteni és a térinformatikába fölvinni. A térképező rendszer nem csak felismeri a kresztáblákat, utcabútorokat, hanem a pontos helyüket is elmenti a rendszer, és automatikusan elhelyezi a város térképén. Egy komplex rendszerről van szó, egy komplex térinformatikát segítő térképező rendszerről van szó, amely nagy segítséget ad a közlekedési tábláknak a kataszterében, a különböző műtárgyaknak a felmérésében, és az utaknak a felmérésében, hiszen minden, ami a fényképen látható, minden műtárgy, minden információ az digitalizálható és térképre vihető. A program az arcokat, illetve a rendszámokat automatikusan elhomályosítja, így azok a képen nem felismerhetőek. A szolgáltató elsősorban a közúti jelzőtáblákat, azok térbeli elhelyezkedését és típusát, a csatornafedlapokat, utcabútorokat és tűzcsapokat tervezi, felméri és adatbázisban elhelyezni. Ezen kívül adatot gyűjtenek majd az útkarbantartás tervezéséhez is. Egy része az mesterséges intelligenciával támogatott, ez a közlekedési táblák, a tűzcsapok és az aknafedlapok, de egyébként a fejlesztő az nyitott abban, hogy egyéb más tereptárgyak felismerésére is megtanítható legyen a rendszer. Ez a későbbi együttműködéseknek, vagy együttműködésnek köszönhetően akár felismertethető vele mondjuk a villanyoszlop, vagy a villanyoszlopon elhelyezkedő lámpatestek is. Az eszköz a létrehozott pontfelhő adataiból képes 3D-s felszínmodellt is készíteni, ami a csapadék lefolyási vizsgálatokat fogja segíteni. Mivel magassági adatokat is gyűjt, az esetlegesen fellelt illegális hulladék mennyiségét is meg lehet állapítani. Minden objektum, ami látható a képeken, az felmérhető, így a hulladék is. Annyiban még plusz információt tud adni, amellett, hogy tudjuk pontosan ennek az elhelyezkedését, hogy mivel tudunk magassági adatokat is a rendszerből kinyerni, ezért az illegális hulladéknak a térfogatát is le tudjuk mérni, és adott esetben arra is tudunk számításokat végezni, hogy akkor mekkora teherautót küldjünk ki egy-egy illegális hulladék felszámolására. Az okos eszköz egyelőre még csak próbautakon járt. Kecskemét útjainak teljes feltérképezése ideális esetben akár 2 hét alatt meg tud valósulni, az időjárástól függően pedig akár már holnap megkezdheti a munkát. Az óraátállítás és az azzal járó változás nem megy mindenkinek problémamentesen. De mit szóljanak a Bozsó gyűjteményben található hanga óra gyűjteményt gondozó szakemberek?
A mintegy 500 órából álló kiállítás időmérőit napokba telne a helyes időre állítani. Mint kiderült, erre nincs is feltétlen szükség. Az óra átállítás mindig sok feladatot okoz a kecskeméti hanga óra gyűjteményben, aminek a Bozsó gyűjtemény ad helyet. Az épület emeletén mintegy 500 stopper, falióra, ébresztőóra, karóra, zsebóra és több toronyóra szerkezet található. Ha mindegyik ketyegőt át szeretnék állítani a szakemberek, akkor napokba telne a feladat teljesítése. Nagyságrendileg 500 órát tekinthetnek meg itt az érdeklődők. Sajnos ez mindegyik nem jár, mert az hatalmas feladat lenne mindegyiket mindig felhúzni és beállítani. Ez akár több napot is igénybe vehetne, ugyanis rengeteg különböző óra van, az egész piciktől a hatalmas toronyóra szerkezetekig, az álló óra, a kakukkos óra, mindenfélét lehet látni nálunk. Az órák körülbelül 10%-a az, ami többnyire mindig működik, de ezeket sem egyszerű és gyors beállítani és felhúzni. Ez szerkezettől is függ, hogy kell őket beállítani. Például van olyan, amit visszaállítani nem lehet óra átállításnál, hanem előre kell a szerkezet sajátossága miatt tekerni. Az óragyűjteményben láthatóak a kecskeméti nagy templom eredeti mutatói, amiket a legutóbbi mechanikus szerkezet eredetien működtet a méret arányos számlap másolaton. Most 1, 2, 2¼ és hozzá egy egész, tehát fél kettő van most rajta. Hanga István a gyűjtemény tulajdonosa rendszeresen gondozza az órákat, felhúzza és átállítja őket, hogy a látogatókat mindig a pontos idő várja a számlapokon. Itt Kecskeméten több mint 53 éve nyitottam az órásboltomat, és azóta küzdök itt az órák hát életbe tartásáért, úgy a toronyóráktól kezdve a kis órákig minden. És most már ugye lassan ki lesz az 54 év. Hát eléggé ritka ez, aki egy szakmában ennyi időt eltölt. Na és közben jött ugye a gondolat, hogy szaporodtak a régi órák, és akkor is hát csináljunk óramúzeumot. Hát hivatalosan ugye nem múzeum, hanem óragyűjtemény, és ez ugye létezik. Hát most már, tehát úgy, hogy kiállításszerűen is ebbe az évszázadban már állandóan, mert itt 2012 óta vagyok, és előtte pedig a Rádai Múzeumban kaptam neki helyet. A nagy templomnak a hajdani órája, amelyik az utolsó volt, itt a többek évszázadok során cserélődtek, és ez 1889 óta mutatta az időt 2006-ig. Akkor az én fiam csinált bele egy elektromos órát, hát tulajdonképpen az idő eljárt fölötte, és akkor mi akkori plébános úr azt mondja, hogy most kegyeire bízom, és akkor én azóta vigyázok rá. Hát illetve nem sokáig még toronyban volt, de akkor is már kezdték fosztogatni, úgyhogy jobb helyen van ez itt, mert itt legalább nem bántja senki. Természetesen óra átállításkor ez a szerkezet sem maradhat ki. A kis számlap segítségével látható, hogy mennyit mutat a nagyobbik. Ha most visszaállítás, ez nem egy óra szakkelt, hanem fél kettő úgy leütöm. Hanga István azt is elárulta, hogy nem a pontosság miatt cserélték le annó a nagy templom óráját, hanem azért, mert egy kurbli tekerővel naponta fel kellett húzni a szerkezetet. Most az érdekes, hogy az óraállításnál általában a tavaszi állítás, az, ami előreállítunk egy óraosztát, az egyszerűbb, mert vannak bonyolultabb órák, amelyek óra csak jár és tehát időt mutat, de nem tud ütni, vagy harangozni, vagy ébreszteni, vagy bármi az. Azok az órák, azok bonyolultabbak ilyen esetben. Szóval visszafelé állítani ez nehezebb. Hanga István meg is mutatott egy ilyen bonyolultabb asztali órát. Ezeknél meg kell várni, amíg az eszköz elüti az időt. Ez volt a fél hét, most hét következik. Az is kiderült, hogy a gyűjteményben az első óra átállításról is van dokumentum. Kevesen tudják, itt a múzeumban is egy emléklapunk arról, hogy 1916, tehát az első világháború idején találták ezt ki, hogy egy óraosztály orrába álltak, ők még spórlás szempontjából, vagy spórlásból gondolták meg, hogy majd ennyit fog jelenteni az, hogy hát átállítják órákat, és hát ugye ez igazodni is kell az embereknek a mindennapi életbe is, de most már nincs akkor jelentősége is. Akkor azt hiszem egy évig alkalmazták 16-ban, és
utána aztán el lett felejtve. Éppen nézem, itt van egy másik ilyen kis fényképem, egy német óramúzeumból, ahol 2016-ban foglalkoztak a kérdéssel, mert akkor 100 éves az átállítás. A gyűjteményben igazi különlegességek is vannak, mint például ez a zenélő festményóra. A több mázsás óra szerkezetek között olyan órákat is találunk, amelyek ábráin mozgó alkatrészek segítségével gyúrja a tésztát a pék, liheg a kutya, vagy mozog a festmény szeme. Ha az átállítás miatt nem is mindig kedveljük az órákat, a gyűjtemény darabjai miatt mindenki felfedezheti, milyen sokféle lehet a sohasem pihenő eszköz az idő őre. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A város közterületeit feltérképező geometer kezdi meg működését Kecskeméten. A főváros után kecskeméteni szolgálatba áll egy olyan okos eszköz, amely alkalmas többek között a jelzőtáblák, csatornafedlapok, csapadékvízelvezetők, tereptárgyak, sőt akár az illegális szemétlerakatok feltérképezésére is. Az óvodaiskola program 30 éves jubileumát ünnepli a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A mai napon záró konferenciát tartottak az intézményben Kecskemét és környéki iskoláinak és óvodáinak, pedagógusainak részvételével. November 1-től kötelező a maszkviselése a tömegközlekedési járműveken. Fontos, hogy mivel sokan utaznak a járatokon, mindenki betartsa a szabályokat. Minden szentek alkalmából idén is megtartották az ökumenikus istentiszteletet a köztemetőben, november 1-én hétfőn. Újabb megállapodást írt alá a Neumann János Egyetem, ezúttal három különböző céggel. A kutatás-fejlesztés és felsőoktatási együttműködés az anyagtechnológiai tudományok területét érinti. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!